Tovább jutott a legjobb 28 közé a V-Series válogatóján a magyar autóversenyzőnő Keszthelyi Vivian. Az utolsó forduló majd márciusban lesz, közben a pilót eddig négy pontot ért már el az ázsiai Forma 3 sorozatban, így kétfajta autózásról is beszélgetünk már is Vivien-nel. Szia, jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok! Ez egy formuláról is, meg, meg túra verzióról is mind a kettőben ott tartod a vasat. Ez a bizonyos Winter Series 54-ből 28-as szűkített mezőnybe vagy. Az, hogy ed ed Eddig sikerült, ez minek köszönhető, miben voltál kiemelkedő? Ugye nagyon összetetten válogatták ki a pilótákat, úgyhogy mindent meg kellett nézni, hogy ki hogy bírja a fitness teszteket, illetve különböző feladatok voltak autókkal, amit még én is meglepődtem, hogy például volt egy első kerék meghajtású autó, és ebben az volt a lényeg, hogy senkinek nem segítettek semmibe, tehát aki odajött és megkérdezte, hogy például hogy kell megcsúsztatni egy autót vagy bármit, mert még nem vezetek utcai autót. Csinálod, azt Igen, munkát, tehát senki nem segített senkinek, és uh, ahogy említettem, ott volt egy első meghajtásos autó is, és a hátsó kerék volt egy még egy keréken, ami 360 fokot fordult, és úgy kellett egy szalompályán végigmenni, hogy nem pörögsz meg, uh -huh. és uh, valakinek ez egy nagyon nagy kívás volt, többieknek nagyon jól ment, és én azt vettem észre, hogy itt nem csak pontozták, hogy miben mennyire jó vagy, hanem a viselkedésedet is. Tehát volt, hogy akiről két oldalt is írtak, hogy hogy viselkedett, hogy állt hozzá, tehát nagyon részletesen nézni meg a versenyzőket, és úgy gondolom, hogy aki bejutott, az azért jutott be, mert úgy tudott viselkedni, meg annyi persze annyit tett hozzá, meg annyit fejlődött az egész napok során, hogy őket választották ki. Tehát, hogy a habitus meg a karakter, itt lényeges a pilóta tudás mellett, van. azt mondod. És akkor mi volt a te viselkedésedben, ami, ami eddig továbbít ebbe a mezőnybe téged? Én úgy gondolom, hogy mindent megtudtam, amit megtudtam. Ugye, hál' Istennek, az Audinak köszönhetően volt annyi experience-em, hogy tapasztalatom, igen. bocsánat, igen, hogy hozzátegyem azt, amit kellett, és volt olyan feladat, ahol Teljesen nem voltam meglepődve, mivel nagyon tudtam kezelni az autót, és tudtam, hogy mi fog rám várni, és nyilván voltak olyan akadályok, aminek még szembe kellett néznem, de próbáltam összerakni logikusan, hogy hogy lehet megoldani, illetve hogy, bele, hogy lehet a múlt évekből, meg amiket szereztem tapasztalatot így összeépíteni, hogy hogy lehet megoldani. Melyik volt a legnehezebb akadály be a részletekben. A legnehezebb akadály igazából... Nagyon nem volt, mivel, tehát ahogy említettem, szinte mindenem megvolt a tapasztalatom már, de ami csak újdonság volt, az a 360 fa megforduló Amint hátsó kerék. Igen, az egyedül az volt az újdonság. Mekkora esélyt látsz arra, hogy a 18 a közé is el, majd még Almeriában lesz egy utolsó kör? Felteszem, akkor ott is ugyanilyen típusú vizsgálódás lesz, és tesztek lesznek? Ott már teljesen más, es más lesz, mivel ott már az autóban fogunk tesztelni, amivel versenyeznék az egész évben. Úgyhogy ez az összes pilóta össze fogja mérni tudását, hogy ki, hogy mennyire kezeli az autót. Ha valaki az első nap lassú, nem azt jelenti, hogy rögtön kifogás mivel ez egy öt napon át zajló teszt lesz, hanem azt is fogják nézni, hogy ki mennyire fejlődik, ki mennyire akar vele foglalkozni, és lássák rajta, hogy meg akarja csinálni, és akar fejlődni. Úgyhogy ezt is itt is meg fogják nézni, ki mennyire akarja ezt elérni, nem csak az, hogy az első nap például belül nagyon gyors, az már nem azt fogja jelenteni, be is fog jutni, hanem végig fogják elemezni az összes pilótának a viselkedését, illetve meg fogják kérdezni, hogy a hogy hogy viselkednek a pilóták velük. mi lesz ehhez neked szerinted a versenyzésben a kulcs, hogy elérjed ezt és ott legyél a 18-ban? Mire kell majd ráfeküdnöd, hogy hát ha már a dudára nem lehet? Ugye én elindultam most Ázsiába a Winter Series-be, ami azt jelenti, hogy ez egy három versenyét végéből áll, és ugye akkor még nem tudtam, hogy be fogok-e jutni, vagy nem. De már annyira pozitívan álltam az egészhez, nem is gondoltam semmilyen negatívra, hogy akkor elindultam Ázsiába, ugye már két verseny vége lement, és utána ugye megtudtuk, hogy bejutottam az első fordulóba, és ugye én egy kicsit még pozitívabban állok most hozzá, mivel nekem van tapasztalatom az autóval, tehát tudni fogom, hogy hogy fog reagálni. De mivel ugye az ázsiai körülmény, az európai körülmény teljesen más, meg teljesen másféle abrancsot is fogunk használni, ezért azt mondom, hogy. Ez lehet, lesz a rizikó. Hogy igen, ez lesz a rizikó, de úgy gondolom, hogy hamar hozzá fogok tudni szokni, és annyi előnyöm lesz, hogy tudom kezelni az autót, illetve tudom a gombok működését az autón és nem kell senkinek bemutatni. Úgyhogy hál' Istennek semmi negatívat nem látok rá. Januárban versenyeztél Tájföldön először Formula 3 -a. mi volt a legszokatlanabb ebben? Ugye itt a legszokatlanabb, hogy nem lehet semmi kontaktod. Tehát ha arcolsz egy helyért, ha összeérsz, annak nagyon nagy rizikója van. És nekem ez volt az első, ami nagyon úgy, úgymond érdekes volt, mert ugye a gt ben nagyon erős tudtál lenni, mert meg tudod mutatni, hogy neked kell ez a pozíció, akkor nagyon tudsz harcolni. És itt a Forma 3 kell egy kicsit több idő, hogy ráérez, hogy, ugye érzed az autót meg, hogy mekkora, de akkor is, hogy amikor egymás mellett vajtak, ugye az a formaautó megcsúszik, akkor nagyon nagy esély van, hogy egy kicsit lehetetlen megfogni, amikor 260-nal elkanyarodunk egy teljesen éles kanyarba, és ha ott van valamilyen poros rész, és megcsúszik mellettem két centire, akkor nekem is végem van. Úgyhogy nagyon előre kell gondolkodni a formaautóban, de ami nagyon tetszik, hogy nagyon alacsonyan ülünk, és tehát nincs már bennem az a félelem érzek, mikor elkezdtem vezetni túra autó, hogyha megcsúszik, nagy kaszni, nagyon nagy súly, és itt még jobban lehet érezni az autót. Mit lesz egyébként a legnehezebb átvinni a pilóta tudásodból ebbe a műfajba? Úgy gondolom, hogy amit a GT-ből hozok, az egy kicsit azért tud segíteni, mivel a hátsó kerék, meg a GT4-ben is elég agresszív volt az autó, mivel kevesebb leszorító ereje volt. Tehát ha itt, ha rögtön már megcsúszik egy kicsit az autó, tudom, hogy kell erre reagálni, de teljesen pozitívan állok hozzá, és úgy gondolom, hogy nem lesz semmilyen negatív. A formaversenyzés felé a magánélet is vonzott? Nem. Mármint amikor megtudtam, hogy lesz ez a v akkor rögtön elhatároztam, hogy szeretnék megtudni, hogy egyáltalán milyen vezetni egy hogy egyáltalán tetszik-e, vagy nem, de mivel ugye bejött az a szabályzat, és hogy a hélomos most rajta van az autón, ami még nagyobb biztonságot nyújt bármilyen becsapódáskor, hogy nem sérül a fejünk, illetve még masszívabb ez a Forma 3 autó, azért egy kicsivel ezebb is, hogy még biztonságosabb, így ezben nem nincs az a félelemérzet, hogy nincs meg az a biztonság az autóba, de soha nem fordult volna meg a fejem, hogy forma tehát nekem már meg volt előre a célom, hogy miben szeretnék tovább lépni, ugye a DTM a cél, ami nyilván továbbra is, de most, hogy így a forma autózás a ezért nyilván a forma egyfele haladunk. Hát azt akarom, hogy az most ilyen értelemben a, a kis Schumacher módosította a, a preferenciákon? nem, azt kell mondjam meg, nem is változtattam volna meg a karrieremet, ha bárki is beleszól, ott teljesen mindegy, hogy ki, mivel nekem megvan a célom, hogy mit szeretnék elérni. De nyilván meglepődött, mikor kin Ázsiába is jobb rajtot tudtam menni, mint ő és elég pozitívan állt hozzá, illetve a pályán is nem rivalizálunk. Tehát nyilván rivalizálunk, Világosra de nincs az utó. bennünk, hogy ő a barátnőm, ő meg a barátom, tehát ez senkiben nincs benne, hanem ugyanúgy egymás ellen versenyzünk. És persze egyértelműen azért nekem is na, több fejlődést tudott adni, hogy segítünk egymásnak, ő segít egyelőre a legtöbbet, de meg tudjuk beszélni versenyek után, hogy az ő az autója, hogy reagálta le a dolgokat, meg az enyém. És a végén azt mondom, hogy öt éve vágtál bele, és hogyha azt gondoljuk el, hogy öt év múlva hol fogsz tartani a te álmaid és elvárásaid szerint, akkor milyen műfajban és milyen szinten leszel szerinted? Mindent megpróbálok megtenni, hogy elérjem a célomat, és megmutassam a versenyzőnek, hogy annak ellenére, nő vagyok, el tudom érni a célomat, és abban meg nem hiszek, hogy mindig azt mondják, hogy a férfiak hamarabb elérik a célukat mert ugye már van, volt egy olyan elhangzott, hogy ugye ez a vészérű ez az ellene van a, aznak, hogy mi fiúk ellen is tudunk versenyezni, ez egyáltalán nem. Ez a széria megadja azt a lehetőséget, hogy eljussunk a céljainkra, illetve azért nem kell fizetni, illetve még pénzt is annak, hogy versenyezünk, vagyunk, vagy pénzdíjat, hogy eljussunk a célunk, és tudjuk építeni a karrierünket, mint lányok, nem annyira egyszerűen szerzünk szponzorokat, mint férfiak. Úgyhogy úgy gondolom, amikor ha innen kimegyünk ebből a szériából, és ugyanúgy visszamegyünk férfiak ellen versenyezni, semmi akadály nem lesz, és még jobbak is leszünk. Vivi, azt mondom, hogy sok sikert, akkor az autóban vívott egyenjogúsági küzdelmekhez is. Köszönöm Észre, szépen, hogy voltál.